Unika, az új generáció biztosítója. Nincs más feladat, mint ugyanazt tenni, mint eddig. Jó estét kívánok! Egyszerűnek tűnő kihívás. Lundénak úgy kell védenie, ahogy eddig tette a védelemnek, úgy kell együttműködnie, mint az előzőekben. Annyira szellemesnek kell lenni az ellenfél kapujánál, mint az előző BL meccseken. És akkor az fog történni, ami szokott, azaz a Győr nyer. Ambrose Martin ezt várja a csapatával ezen a meccsen is. Természetesen győzelemre tör. A Veszprém arénában most fejeződik be szép lassan a román lányok bemutatása. Az üdvrivalgás Bradeanunak szólt, aki természetesen a győri közönség is megünnepelt. Akad olyan, ami miatt azt mondhatjuk, hogy nem árt óvatosnak lenni. A Bajnokok Ligája elődöntőben egyetlen egyszer fordult elő, hogy hazai pályán vereséggel nyitó csapat kiharcolta idegenben a finálét. Sajnálatos módon ez az eset a Győrhöz köthető. 2008-ban Oroszországban győzött pont 2 góllal a magyar csapat, majd a visszavágón simán kiesett. És hát van még egy statisztikai adat, amit érdemes talán itt elmondani. Amióta BL-t BL-nek nevezik, 27 olyan főtáblás kieséses párharc volt, amelyben az idegenbeli csapat győzelemmel kezdett. Ezek közül pedig összesen 4, amikor utána mégis kiesett. Cseppet sem kellemes ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy kétszer a Győr volt a vesztes fél. Ugye az Vennyigorod elleni rossz emlékű párharc mellett a Viborg elleni BL döntő hozott hasonló kudarcot. Szóval koncentrálni kell, összpontosítani kell, de azt hiszem, hogy a hangulatból önök érzékelhetik, hogy ezeket a feladatokat a publikum igyekszik majd megkönnyíteni a csapat számára. Óriási szeretettel fogadják a magyar játékosokat, és talán még a Veszprém mérkőzéseivel összehasonlítva is frenetikusnak mondható a hangulat jelenleg az arénában. A győri lányok tehát győzelemre készülnek, és arra, hogy az eddigi 13 mérkőzésből álló szériájukat tovább nyújtsák, hogy a Vülcse elleni első meccsen a BL történetében rekordnak tekinthető sorozatot sikerült felállítaniuk. Most Görbic Anita jön, akit külön, még a szokottnál is hangosabban éltet a publikum. Ugye az utóbbi napokban ő és az ő meze került az érdeklődés középpontjába. Hát az biztos, hogy Görbic Anita mezét megszerezni, az nem akármilyen dolog, nem akármilyen erekje egy sportszerető számára. Az más kérdés, hogy a ProSport címlapján nem a megfelelően használták azt a mezt. De hát ezt most már talán a múlt tárgykörébe sorolhatjuk, mert Görbic Anita sem akart ezzel foglalkozni, és a csapat sem méltatta ezt a dolgot annyira, hogy egyáltalán a nyilatkozataiban komolyabban megemlítse. Orbán is érkezik a pályára, és Szepesi Ivett. És hát jön egy olyan hölgy, Sirján Szederke személyében, akit nagyon szívesen látnánk úgy a pályán, hogy az utolsó percekben beszáll, mert az nyilván azt jelenteni, hogy addigra a Győr gyakorlatilag már biztossá teszi a továbbjutását. Az ellenfél térere Jakob Westergaard, a Viborg vezetőedzője volt akkor, amikor 2009-ben itt a Veszprém arénában a Győr elbukta végül is a BL serleget egy idegenbeli siker után, úgyhogy Westergaard könnyen elképzelhető, hogy a lányainak beszélt ezelőtt a mérkőzés előtt arról az akkori esetről, talán még le is vetítette a videót, mert hát az egy különleges bravúr volt, de könnyen elképzelhető, hogy ez többet nem fordul elő. Most hallgassuk meg az EHF himnuszát.
Westergaard szemlélődik, aki azt mondta, hogy a meccs elején kell valahogy a Győrt megfogniuk és nyomás alá helyezniük, akkor lehet esélyük. De hát remélhetőleg ez nem így. Majd a Győr nagyszerűen kezdett idegenben, és vélhetően most is valami hasonlóra törekszik majd. A Győr mérlege egyébként a Vülcsával szemben hazai pályán 4 győzelem és 1 döntetlen 3 esztendővel ezelőtt. Napra pontosan ilyenkor született az az 1 darab döntetlen, de hát a román csapatok különben is csak akkor egyedül voltak képesek pontot szerezni a Győr vendégeként. Nagy László is itt van, aki többek között a nagy sportolók közül pózolt például Görbic Anita mezével, de hát akkor most hallgassuk a himnuszt. Az utolsó 10 bajnokok ligája meccsét hazai pályán megnyerte, és akkor most egy 180 négyzetméteres meszt láthatunk. Ez is egyfajta válasz a ProSport című román sportlap első mérkőzés előtti címlapjára, és azt hiszem, hogy ez méltónak nevezhető. Ezt a meccs semmiképpen nem lehet kivinni a pályára, de ezen a mérkőzésen különben sem lenne ez elég. Itt látjuk a győri játékosokat. Ambrose Martin nem tartogatott ilyen szempontból semmilyen meglepetést. A szokásos névsor ez természetesen a győri csapatnál. És reméljük, hogy a szokásos teljesítménnyel társul. Ambrose Martin pályafutása első bajnokok ligája meccsét az Ichako ellen élte végig, mint edző. A Vácsa ellen élte végig, mint edző, akkor az Ichako padján ült és csapata kikapott. De hát akkor a spanyol együttes lényegesen gyengébb volt, mint ez a mostani Győr. Itt van a román együttes névsora, amelyben továbbra sincsen Neagu, aki azonban ide utazott az együttessel, és valószínűleg valahonnan a lelátóról nézi majd a mérkőzést. Itt a Jakob Westergaard, aki 2-szeres bajnokok ligája győztes, pont a képen látható játékossal, Lunde Haraldsennel együtt nyerte azokat még a Viborgnál. Heidi Lőke nagyon jól kezdett az első meccsen, aztán az ellenfél visszazárt a saját hatosa elé, de hát ezzel nagyobb terület volt a kinti embereknek. Görbic Anita 8 gólt szerzett idegenben, és nagyon szépen írtak róla a lapok még Romániában is az első meccs után. Navarro jól védett, jobban, mint Ungureanu az első meccsen, itt pedig Manea, akit nem képesek cserélni azzal, hogy Stanka az együttest elhagyta, így hatalmas szerepe lesz majd. És Katarina Bulatovics, aki 8 találatig jutott, és akinek a semlegesítése komoly feladatot jelentett. Nikolic Stojkovics, a két játékvezető 2009. februárjában vezettek a két csapatnak BL csoportmeccset, akkor a Vülcsa 2 góllal győzött Romániában. Elkezdődik a találkozó, a magyar kapuban Haraldsen, Radičević, Lekić, Görbic, Amorim, Szepesi és Lőke. Az ellenfélnél Nekita, Manea, Bradeanu, Pino, Meirosu és Farkau kezd. Amorim kicsúszott a kezéből, és ebből indulhatnak. Manea, ő nem a leggyorsabb, Nekita viszont igen. Nekita helyzete és gólja. És ráadásul ráesik Haraldsenre. Reméljük, hogy nincsen komoly sérülés. A norvég kapus kilépett, hogy ha lehet, akkor lehetetlenné tegye az ellenfél számára a gólszerzést. Itt van még egyszer ez a hiba támadásban. És belőle az indulás, aztán pedig, ahogy Nekita ráesik Haraldsen jobb lábára, és akár a térde is megsérülhetett. Uha! Ha komoly a baj, az mindenképpen a mérkőzés végeredményét befolyásoló malőr. Reméljük, hogy nincs így. Viszont a kezdés az nem volt jó, mindentől függetlenül.
Ugye Ambrose Martin mindig azt kéri támadásban, hogy inkább lövéssel végződjön az akció, mint sem eladott labdával. Ebből most gyorsan indultak, és Nekita az első meccsen is, ahogy lehetőséget kapott, ragyogóan szerepelt. Hornyák Ági a képen, a kismama szekcióból, ő is itt van, és Pálinger Kati is, Haraldsen pedig úgy tűnik, hogy képes lesz folytatni. Igen, most már úgy látom, hogy a kapu előtt mindenfajta bicebócaság nélkül mozog. Herorsója persze bevetése kész. Görbic, Amorim, Lekic Radičevićnek húzza le, de egyelőre nagyon jól mozog a Vülcse a fala. Szepesi nem megy be, pedig lett volna talán egy kis hely. Görbic megy közelebb, Amorim nem tud lőni, Pino lépett ki jól, Lőke nem tudja megszerezni, szabad dobás. Szepesi szalad be. Amorimra egyből kilép ilyenkor Nekita, mert Lőke lejön a szélre. Lőke! Nem pontos a passz, fenn a bíró keze. Sajnos már kint volt. Jöhet a Vülcsea. Szepesi helyén védekezésben tervel. És azt hiszem, hogy a világ női kézilabdázásában talán a legjobb belső páros védekezésben jelenleg ez a tervel Amorim kettős. Sokat várhatunk ezen a meccsen is tőlük. Bulatovic, ő Pinót váltott a támadásra. Bradeanu, Meirosu. Az első meccsen Meirosu beállításában lényegesen feljavult a Vülcse védekezése is, és támadásban is voltak jó megoldásai. Nem véletlen, hogy ezen a mérkőzésen kezd. Görvic a szélen védekezik, Lekic a bal kettes védő. Bulatovic, jól van! Igen, messziről lőtt, és látjuk, hogy tervel és Amorim milyen ragyogóan zárt. Amorim! Igen! 1-1. Ha levegőhöz jut, akkor egyből tüzel. Az első találkozó, főleg a második félidőben remekül játszott támadásban. Akkor ugye már megvolt a 2-2 perc, ezért védekezésben nem lehetett bent. De szerencsére a padhoz közelebb játszott, és így könnyű volt cserélni. Egész biztos, hogy Westergaard külön készítette a csapatát Amorim ellen. Meiros lövését Haraldsen védi, de nem, hogy védi, megfogja. Amorim hozhatja. Aj, de jó volt, pedig Lekic nem tudta megfogni. Navarro megy, Manea nem ért vissza. Ez a szerencséje. 1-2. És megint eladott labdából az ellenfél gólja. Amorim erőltette a gyors befejezést az imént, és ebből jött a rossz átadás, vagy a labdakezelési hiba. Szepesi megint fellép Nekita Amorimra. Ezt a variációt már az első meccsen is alkalmazták. De hát Amorim többször is könnyen lerázta a szélsőt. Lekic, Navarro véd, Manea összeszedi. Lőke próbálta ebben megakadályozni. Meirosu, Pino tüzel, de rosszul, szabad dobás lesz. Amorim lépett ki határozottan, és most már a legjobb védőegység a pályán, mert a szabálytalanságnak köszönhetően Szepesi lemehetett, tervel pedig bejöhetett. Bradeanu, Nekita beszalad, Bradeanu lő, Haraldsen! Megint egy gyönyörű védés. Görvic kap egy sárga lapot. Észrevettek tőle egy szabálytalanságot. Megint összezárt a 2-3-as védő. Nagyon pici helye volt Bradeanunak a labda elküldésére. De hát végül is feladta. Csak hát nem az eredeti címzethez, azaz a hálóhoz jutott el, hanem Haraldsenhez. Amorim, Radičević, Lekic. Görvic Lőkének, Lőke befordul, csak szabad dobás sajnos. Már előbb fütyültek, még a labda átvétel előtt. Görvic, Amorim, Pino fogja meg. Ez is sárga lap lesz. Pino az, aki rendszeresen kilép a falból. Igen, gyorslábú és kemény védőről van szó. Görvic.
nem tudott passzolni, Amorim nem fért be Pino mellett a fal mögé. Amorim, Lekic, inkább Görbic, nagyon szép blokk Bradeanu-tól. Meirosu, Farkau, Manea helyzetben, Manea, 1-3. És ledolgozta ezzel a hátrányát a Vilcea, itt ez a rossz lövés. Az első mérkőzésen összesen 3 blokkja volt a Vilceának, és 9 a győri csapatnak. Ez utóbbi hatalmas mennyiség. Összehasonlításképpen az Európa-bajnokság legjobban blokkoló csapat az orosz válogatott meccsenként 4,5-es átlagot hozott. 2 perc Pinónak. Volt már egy sárga lapja, és a játékvezetők eléggé élethűen utánozták Pino tevékenységét. Mégpedig azt, hogy fogta lőként, és látjuk, valóban ez történt. Elől-hátul csimpaszkodott lőkemezébe. Emberelőny. Amorim, be lehet vinni. Amorim, gól is. Így van. 2-3. Eduarda Amorim védekezésben és támadásban is abszolút kulcsember. Tervel próbál meg labdát szerezni rögtön a csere után. Ez nem jött össze. Nekita lép beljebb, Tervel pedig egy 5-1-es védekezésben elől Bulatovics oldalán. Nyilván az átlövő játékát kéne megnehezíteni. Nekita Görbic mellett, mehet tovább. Görbic a vonalon kívül fogta az ellenfelet, de a lövés közben már nem bántotta. Haraldze pedig védett, Lekic tovább. Amorim, Navarro jó helyen, megint egy gyors befejezés, de pontatlan. Kevesebb, mint 1 perc az ember előnyből. Ambrose Martin tapsol. Nagyon ért a játékosok motiválásához. Bradeanu, ő meg a góllövéshez. Az első meccsen egyetlen találata volt, ezt most emberhátrányból jegyzi. És hát senki nem lépett ki, Farkauval Radičević belépett. Lőke pedig a saját záróvonalához közel táncolt, könnyű lövés volt ez Bradeanunak. Mehet tovább, Szepesi mellé lőtt, szabálytalanság nem történt. És lassan kiegészül a Vilcea. Nekita odalépett, de ugyanúgy nem ítéltek semmit, mint ahogy az imént Görbic lökésénél Nekitával szemben. Most már teljes létszámban a Vilcea. Ez a 4 kapott gól viszonylag sok 8 perc alatt. Tervel odavetődött, és mégsem a győri a labda. Sikerült besodorni a labdát a hatoson belülre. Bulatovics, Manea, Görbic próbálja megtartani, 7-es. És még egy 2 percet is kap Görbic. Anita, ugye neki is volt egy sárga lapja, és látjuk, hogy a nyakánál fogva próbálta Maneát feltartóztatni. Hát egyelőre, amit Westergaard akart, az megvalósulni látszik, mert valóban nyomás alá kerülhet a Győr. Bulatovics, 2-5. Ezt a büntetőt belőtte. Az első mérkőzésen is jó 7-essel kezdett, a másodikat már Haraldsen kifogta. Kovacsics a pályán, ő irányít. És most nincs igazi balszélső, Lőke a pályán, és ő indul a baloldali sarokból. Radičević, Lőke, Lekic, Amorim, Kovacsics, Meirosu mellett beviheti, ez 7-es. Jaj, de jó volt. És ember hátrányban, egy viszonylag egyszerű figura. Lőke miatt az ellenfél védekezésének súlypontja a másik oldalon volt, nagyobbak voltak a területek Kovacsics Anikóval szemben, ezt kihasználta. És ezt most Kovacsics lőheti, aki ugye a Bajnokok Ligájában, amikor Görbic nincs a pályán, az utóbbi időben a büntető végrehajtó. Kovacsics, ó, pontosan! 3-5. Remek lövés, háríthatatlan.
a bal felső sarokba. Kovacsic szerezte az első meccs utolsó gólját is. Jó formában játszott Bulatovic. Farkau, Haraldsen, nagyon becsapta Farkaut. Kilépett és utána visszatáncolt a kapu közepébe. Nem tudta a szélső, hogy mit tegyen. Jól van, akár újabb gólt is lehet szerezni létszám hátrányban. Farkau volt az a játékos, aki Ambrose Martin első BL meccsén az Icakót megverte gyakorlatilag 6 fontos góljával. Akkor még Mayer néven persze. Kovacsic. Lekic. Kovacsic. Amorim ott fogja neki táv, vagy próbálja meg. Megint rossz passz. Meirosu figyelt. Úgy látszik, hogy hopp, ez belemenés. Engedik, Manea belövi. És Kovacsic kap majd egy lapot. Tüntet a közönség, mert Kovacsic kitette a karját, ezt mutatja a játékvezető. Manea 3 gólos, közben a Győr kiegészül, és valóban előre tette a karját. Kovacsic Anikó innen lehetett látni. Ha azt nem teszi meg, akkor ez bizony belemenés. Itt pont eltalálta Nekita állát. Amorim viszi be, 7-es. És erre is lehetne büntetést adni, így van, Meirosu. Érdemes figyelni, amikor Amorimra kilépnek, akkor a túloldalon a passzra Meirosu egyből előre indul, kétszer szereztek már így labdát. Görbic hetese, bemegy! 4-6. Görbic Anita, amikor az első mérkőzésen az utolsó büntetőt felső lécre lőtte, akkor először hibázott 7 méterest a Vülcse ellen BL elődöntőben, pedig az már az 5. meccs volt, előtte 22-t lőtt be egyfolytában. És reméljük, hogy most megint jön egy 22-es széria. Barbosa a pályán az ellenfélnél. Bulatovic. Lekic védekezik jól. De most már közelebb kéne az ellenfélhez lépni, ezt az emberelőnyt ki kéne használni. Nekita, Farkau, Barbosa, hoppá, fenn a bíró keze, Bulatovic, lőni nem tud, Nekita, Amorim blokkolja. Egy sárga Lekicsnek. Ugye Nekitának sok esélye nem volt Amorimmel szemben a kapura irányítani a labdát. Bradeanu, megint egy blokk. Összezárt Amorim és Tervel. Fenn a bíró keze, Bulatovic, Lekic megállította, szabad dobás. Nagyon hosszan játszhatnak a román csapat tagjai most a magyar kapu előtt ember hátrányban. Bradeanu, megint egy blokk. Egy akció belül 3. Tervel és Amorim. Kovacsics jön a bal szélre. Görbic mutatja, hogy gond van a labdával. A játékvezetők megállítják az órát. Most már működőképes ez az amúgy egyszerűnek tűnő tárgy, amellyel mégis lehetnek gondok. Most például elromlott. Amorim, Görbic. Most jön Manea, Amorim, Radičevićnek, ez 7-es. Ez 7-es, hát mekkora hiba a játékvezetőtől, bőven belül állt Farkau. De a túloldalra szaladt le a szerb bíró az alapvonalhoz, és mintha nem látta volna az esetet rendesen. Lekic viszi be, a kapufáról kijön sajnos. Pino, Nekita, Bradeanu és Barbosa. Farkau viszi be. Ez 7-es persze, és még adnak egy 2 percet is. Hát, pontosan ugyanezt történt a túloldalon. Radičevićnek teljesen igaza van, csak nem kéne reklamálni, mert arra adhatnak akár még egy 2 percet is. Radičević belül fut át, utána megtámasztja az ellenfél szélsőjét.
Bulatovics hetese következik. Haraldsen! Szép védés, Radičevićet kell nyugtatni. A két nagy bírói baki egymás után. És magyar hetes helyett jött egy román hetes. Ráadásul még egy két perc is nekünk ajándékba. De ugyanúgy 4-6 az állás. Kovacsics. Lőke a túloldalról indult el. Lekic, Amorim. Görbic viszi be, és tenné be Lőkének. Hárman vették körbe, Lőkére nagyon figyelnek. Az első meccs elején szinte az összes győri gólhoz volt köze, vagy ő lőtte, vagy ő harcolta ki a hetest, vagy ő teremtett helyzetet. Lőke a földön, ebből lesz egy sárga a Barbosának. És ugye az első találkozó 10-12. Perce táján visszalépett a védekezésben a Vülcse, onnantól kezdve kevesebb területe volt Lőkének. Amorimmal szemben is szabálytalanság, Lőkével szemben is. Szabad dobás. Görvic. Ellövi, Navarro mekkorát véd. Valószínűtlen kísérlet volt Görvic Anitától. Igazi lendület sem volt ezúttal a karjában, éppen ezért nem volt elég erős a lövés ahhoz, hogy gól legyen. Farkau lejön, a helyén pedig Kurea a bal szélen az ellenfélnél. Barbosa, Bulatovics húzza le, Manaharova érkezett, Manea, és ez bemegy, de nem gól, mert Manea belépett a hatoson belülre. Eltelt az első félidő fele, és hát egyelőre nem úgy alakul minden, ahogy szeretnénk, ott a lába Maneának a vonalon. És hát ez a záróvonal, ez olyan, hogy nem csak átlépni nem szabad, ráhajtani sem. Orbán érkezett a jobb szélre, Radičević a kiállítása után nem jön vissza, Görbic kapufa! Á, Görbic Anitának egyelőre semmi nem jön össze. Gyönyörű volt, hogy becsapta a védőjét egyébként. Pino, Amorim fogja meg, a labda becsúszik és megadják a gólt. 4-7. Ambrose Martin pedig eddig bírta, most időt kér, változtatni kell. Nagyjából 16 perc alatt összesen 4 győri gól, és nem igazán meggyőző játék. Gyorsabban kéne járatni a labdát a fal előtt, és középen támadni a védekezésben lévő réseket. Rédei Sósa pályán kilépett rá Kurea, és ezt most lefújták a játékvezetők, mutatják, hogy 4 lépés volt, csak szabad dobás. Orbán indult el a sarokból. Amorim! Navarro ezt nagyon könnyen foghatta, ez nem volt egy jó lövés, igazán lendületesen volt Amorim mozgásának. Pino, Manea, Manaharova a jobb szélen, Bulatovics érkezik jobb átlövőnek. És nem megy a támadójáték, a Vülcse nagyon jól összerakta a védekezését. Ráadásul ugye volt két kapufa, egy-két játékvezetői döntés is sújtotta már a Győrt.
Pino, Kurea, Barbosa cselez, Amorim fogja meg könnyedén. Most lőke az egyik hármas védőnk, Rédei Sós pedig bennmaradt. Neki ugye nem erőssége a védekezés. Barbosa vinné be, Pino ellövi Haraldsen. Már a lövő cselnél számított arra, hogy test mellett engedi el a francia. Ez is lett a vége. Amorim! Ez is Navarroé. És Amorim egy kicsit korán lövi el a labdákat, nem ártana tovább játszani az akciókat. Barbosa jön lendületből, nem lehet megállítani, sajnos így van. És még lesz egy 2 perc is Amorimnak. 4-8. Ezzel a lépéshosszal és gyorsasággal, ami Barbosának van, ha ekkora a terület, akkor egyértelmű, hogy ő bevisz, és itt látjuk, hogy Amorim két kézzel megtámasztja az ittszerben. Kiállítás. És összesítésben 2 góllal vezet a Vülcsea. Ilyen helyzetben még ebben a szezonban nem volt a győri csapat. Úgyhogy most a lelki erőről is tanúbizonyságot kell tenni. Lekic, neki van! Hátrányból a gól. 5-8. És gyorsan hozzák fel a labdát, de eladják. Barbosa passzolt rosszul. Csodálatos lövés volt Lekictől. És azt hiszem, hogy a Vülcsea ebben az első 18-19 percben igazolta, hogy miért tartották a BL egyik nagy favoritjának már a szezon előtt. Ez a csapat összeállt és rendkívül erős lett és nagyon taktikusan játszik. Görbic passza, löke! Bemegy! 6-8! A második gól gyors egymás utánban ember hátrányból. Pino kilépett messzire és mögötte volt terület, odalépett belőke. Pino, Bulatovic, Manaharova, bejti. 6-9. A legtöbb csapat így játsza ki az ember előnyt. A szélsőknek ilyenkor nagy helyük szokott lenni, és itt is volt. Az ejtés pedig nagyon pontos. Rédei Sós. Görbic, Lekic. Görbic, Lekic. Kockázatos leütés volt, Barbosa majdnem lecsapott. Görbic, Kovacic. Nem viszi be, inkább Lekicnek. Lekic! Jó! Jól van! Navarro csak hozzáérni tud. 7-9, és megint gyorsan indulnának emberelőnyben a románok. Ez stratégia náluk, most már egyértelmű, de Pinót megállítottuk, és kiegészült a magyar csapat. Ember hátrányból 2 perc alatt most 3 lőtt gól, és 1 kapott. 10 perc az első fél időből. Barbosa, Pino, Haraldsen, megvan, löke, jól van. Egy kis nyugalom kéne, higgadság. Tervel felteszi a kezét, fölötte lőtte el végül is Pino. Haraldsen érzi ezeket. Kovacic. Manaharova előrelépett Lekicre, Orbán, Navarro. Orbánnak az első meccsen volt egy fontos gólja, ez is fontos lett volna. Ú, de szerencséje volt Barbosának. Benn maradt a pályán a labda Bradeanu rossz átadása után. Most Westergaard kér időt. 7-9 összesítésben döntetlenre állnak a felek akkor, amikor a dán mester próbál változtatni. Yeah.
Pino irányít, Barbosa bal átlövő az ellenfélnél. Mind a két edző a támadásban szeretne valamit változtatni, majd meglátjuk, hogy melyiknek sikerül. Bulatovic. Kurea, Barbosa, Pino viszi be, de csak eddig Manárova ráindul. Jól van, kijön, de Pinohoz pattan. Nincs szerencséje a Győrnek, 7-10. Na persze, az mázli lett volna, hogyha így maradt ki Manárova zicsere. Eléggé lendület nélküli volt akkor már az akció, amikor a szélső lőhetett. Kovacsic lépett be. Rédei Sós, az nagy csel! Jaj, de szép gól! Kovacsic bevitte az emberét a szélső befutással. Óriási terület volt a hatos egyik felén. És Rédei Sós szép cselével ezt ki is lehetett használni. Manárova, Bulatovic, Pinóra tervel, előre lépett, Kurea, Barbosa, Amorim, kijött, Bulatovic próbálkozik, Kovacsic, a lábát érte a labda. Bulatovic, Pino, Haraldsen, és az övé lesz, leragad a Vaxnak is köszönhetően a labda. Most már jó lenne, hogyha a Győr valóban közelebb lépne az ellenfélhez. Ugye 10 gólt szerzett eddig a Vülcsea, az első félidőben, az első mérkőzésen összesen jutott eddig. Ez mutatja, hogy valamivel jobban támad az ellenfél, és valamivel gyengébben védekezik a Győr, mint az első találkozón. Kovacsic, Orbán, Rédei Sós, Löke ellen az ítélet. Az az igazság, hogy amikor a Győr közelebb léphetne az ellenfélhez, akkor mindig jön valami, és hát nem először egy játékvezető ítélet, attól függetlenül, hogy könnyen lehet, hogy Löke valóban szabálytalankodott bent. Amorim most nem tudott bejönni védekezésbe. Löke a baloldali kettes védő. És Lekic tervel el a hármas. Bulatovic, Barbosa vinné be. Hát akár belemenést is ítélettek volna, szabad dobás lesz. Nem, ez nem volt igazából belemenés, nem volt meg a védő pozíció. Barbosa, Pino, ez viszont belemenés, így van. Orbán lépett be Rédei Sós mellé. Most Kovacsics is leül, Szepesi visszajön a bal szélre, Görbic irányít. Lekic, jaj de jó! 9-10! Lekic egy fél kínaiból szerzi ezt a gólt. És utoljára ugye 2-3-nál volt egyetlen találat a különbség. A Győr tehát jön felfelé, ugye volt 4 találat, 4 gól is a differencia. Amorim most bent van védekezésben, Rédei Sóst és Görbicet is sikerült cserélni. Bulatovic. Nem lenne csoda, hogyha a román csapat erőltetné a gyors labda felhozatalt, mert ugye Amorim és tervel is mostanában csereként érkezik be. Újjaj, Pino. Nagyon pontos lövés volt. Most hiába voltak pályán a védelem nagyjai. Manea zárt nagyon jól, Amorim tehát nem mehetett blokkolni. Így tervel elmaradt egyedül Pino. 5 perc az első félidő végéig. Görbic. Rédei viszi be! 10-11. Rédei Sós egy finom csellel. Hogy akár úgy is mondhatnánk, hogy olyan pingvines totyorgással megnézte, hogy hogyan reagál az ellenfél védelme, és rést talált. Jovanovic érkezett, aki az első mérkőzésen támadásban nem volt fenn a pályán,
és aki a hírek szerint jövőre az Astrányocská orosz együttesénél folytatja majd. Jovanovic teszi be, Manea, 7-es. Egyértelmű belülvédekezés. Az első meccs előtt rengeteget gyakorolta a Győr azt, hogy hogyan kell Maneával szemben védekezni, és hogy hogyan kell ott a hatos vonala előtt egész precízen mozogni. És akkor sikerült is nagyjából eltüntetni a beállót. Hát ez erről a találkozóról sajnos nem mondható el. Most Meirosu a 7 méteressel. Haraldze, mintha elkérné a labdát, hát ez nagyon ritkán történik meg, hogy a kapus dobja a mezőnyjátékosnak a hetest. Törölni kell, Haraldze a takarítási okok miatt szerette volna elkérni a labdát, mert ugye a vaxot fel lehetne szedni a talajról a labdával. Sérülés veszélyes ott a hatoson belül az a folt, ha valaki véletlenül belelép. Meirosu bepattintja. Egyelőre nagyon pontosan játszik az ellenfél, és ezért vezet 2 góllal, 10-12. A román játékosok alig-alig hibáznak támadásban, voltak labdaszerzéseik, Navarro elég magas szinten véd, úgyhogy minden jól működik náluk. Görvic, Lekic. 5+1-es védekezés, ugye fogja Manaharova Lekicset, ezt most blokkolták. Sarokdobás. Rédei Sós megy közel. Bulatovics bent van védekezésben is. Lekics, Navarro, megint egy fél kínai, Lekics lent marad, de vissza kéne sietni. Jovanovics, ó, de nagy gólt lőtt. 10-13. Nem így terveztük ezt a meccset. A Győr egyfolytában fut az eredmény után. Nem képes vezetni a mérkőzésen. Reméljük, hogy ez majd változik. Ugye egyáltalán például a második félidőben Rédei Sóst könnyebb lesz innen a rövid oldalról cserélni. A balkezes lövőre van szükség. Lőke tűnt el. Bulatovics kap egy sárga lapot. Ugye Bulatovics nagyon jó védő is. Legtöbbször azért tartalékolják, akkor, amikor az ellenfélnél a labda, hogy a támadásokra több ereje maradjon. A montenegrói válogatottban és tavaly a Budućnostban is sokszor védekezett, és igen magas szinten. Lekics, Görvic, Rédei Sós, Görvic, hoppá, Rédei Sós, fenn a bíró keze. Lekics cselez, és fordul, már sípolnak. És most el kéne hamar lőni. Lekics, Pino és Navarro. Megint egy blokk. A román együttes tagjai elképesztő módon akarnak. Minden mozdulatukban benne van a győzni kívánás. És hát az ünneplés is egyes sikeres megmozdulás után. Jovanovics, Pino, Bulatovics. Bulatovics, Lőke fogja meg, szabad dobás lesz. És hát ne felejtjük, hogy sok sajtóorgánum szerint a Vülcse az életéért küzd. Könnyen lehet, hogy a kézilabda klub is a megszűnés szélére kerül, ha most nem sikerül nagy eredményt elérnie. Manea! Ó, milyen átadás volt Jovanovicstól. És megint 4 közte, 10-14. Nem volt igazán jó ez a védekezés. Szepesi. Görvic próbálja meg Bulatovics mellett. Lekics. Rédei Sós. Navarro fogja, és Barbosa kezébe pattan a labda. Ez láb volt Manárovánál. Így. Bizony. Legalább a labda megvan. Ez már az első félidő utolsó perce. 2011 márciusában kapott ki utoljára BL meccsen a Győr hazai pályán, akkor a Larvik győzte le. Reméljük, hogy ez nem fordul elő még egyszer, vagy most legalábbis. Navarro megint véd, Manárova hazatette, így van. Ez szándékos volt.
a győri a labda. Kéne egy gól, ne legyen ilyen nagy a különbség a szünetben. Görvic, Lekics, Pino megfogja, ballal megpróbálta Lekics még ellőni. Nem állítják meg az órát, a labda pedig nincs meg. Hiába tüntet a közönség, időn túli szabad dobás lesz. Lekics. Lekics. Bradeanut eltalálja, elnézést kér. Hát, azzal kezdtem, hogy nincs más feladat, mint ugyanazt tenni, mint eddig. Egyelőre ez azonban nem valósul meg sajnálatos módon. A Vülcse a támadásban és védekezésben is jobb teljesítményt nyújt, mint az első meccsen, és jobbat, mint a Győr. Éppen ezért ugyanúgy állnak a felek, mint az első mérkőzés szünetében, csak fordítva. Most a Vülcse a vezet idegenben 14-10-re. Változtatni kell, és reméljük, hogy ez meg is történik a második félidőre. Tízre vezet a Vülcse a Győr otthonában, amely most ugye a Veszprém Aréna, és összesítésben két gólos az előnye. A Győrnek tehát a második félidőt legalább kettő góllal, de inkább többel meg kell nyernie. Ha kettő góllal ezen a mérkőzésen végül is a Vülcse a diadalmaskodnak, akkor az idegenben lőtt gólok számítanak. Ha pedig 24-22-re nyerne a román együttes, akkor 7 méteres lövések döntenek a továbbjutásról. Javulni kell, de javulni lehet is, mert a Győrt ennél rosszabbul játszani nem nagyon látok. Igaz, hogy van egy olyan mondás, hogy annyit tud egy csapat, amennyit az ellenfél enged, és ez a Vülcse az első fél időben nem nagyon engedett. Ezúttal Barbosa a szélen az ellenfélnél. Jovanovic, Pino, Bulatovic, Manea is a pályán, egy rossz passz, de szabad dobás. És Manaharova a jobb szélső. Nálunk pedig nincsen bent védekezésben Tervel, ezúttal Lekics Amorim párja belül. És Kovacsics a baloldali kettes, védőgörbic a szélen. Bulatovic, Haraldzen megint az ellenfélé, Manaharova mehet tovább. Kicsit kifacsarodott pozícióban próbálta meg Manaharova a gólszerzést, szerencsére nem jött össze. Lekics, az viszont bent van! Lekics negyedik gólja, és gyorsan vissza kell zárni, mert jönnek. Egyből felhozza a labdát a Vülcse. Pino mutatja, hogy lassítás, most már ebből nem lesz semmi. Talán pont emiatt a gyors labdafelhozatal miatt döntött úgy Ambrose Martin, hogy Lekics az egyik hármas védő, így pedig nem kell cserélni. Pino, Haraldzen! Amorim. Amorim viszi be. Navarro megfogja, de itt egy lökés történt Jovanovic részéről. Amorim néz kifelé, hogy lejöjjön-e, de nem kell. Maradni kell és gólokat lőni. Itt láttuk, valóban történt egy szabálytalanság. Kovacsics lép beljebb, Amorim. Görbic van, hely! De hiába, Navarro megint véd. 52% volt a teljesítmény az első félidőben. Bulatovic jön lendületből, Manea! Bent van. Kovacsics volt mögötte, és nem tudta megállítani. Hát van némi súlybeli különbség is, és hát még estében felfele tudta irányítani a labdát a beálló. 5 gólos Manea. 11-15. Amorim, Lekics, rossz passz lőkének. Navarro indít, Manaharova, vissza kell menni, Haraldzen. 11-16.
Ambrose Martin bíztatja a csapatát, de ezek az eladott labdák nem férnek bele. Három góllal jobb összesítésben a Vilcsa. Görbic, Manea kap 2 percet. Görbic egészen tudatosan megy át néha Maneával szemben cselezni. A beálló lassabb, és ha egy az egyben marad Görbiccel, akkor könnyen pórul járhat, mint most. Emberelőny. És most már minden kis eséllyel élni kell. Kovacsics a szélről, Navarro megint. Navarro mindent véd, Radičević visszaszerzi. Kovacsicsnak rossz az átadás, de milyen rossz? Radičevićnek ugye a bal keze látható, hogy nem teljesen egészséges. Az a dobó keze. De hát integetni tudott a publikumnak, hogy kell a bíztatás, és valóban kell. Barbosa, Pino, Bulatović. Odhatja a labdát Jovanovićnak. Fenn a bírók keze, Jovanović hát mögött próbálkozik, löke. Radičević viheti, Bulatovićot le fogja futni, ez pedig 7 méteres. Pino bőven belül, Radičević ragyogóan vette észre a lehetőséget, hogy csupa olyan játékos volt ott az ő oldalán, akik mellett lendületből elviheti. Pino pedig kénytelen volt behátrálni, tegyük hozzá, hogy kívül kezdte meg a védekezést. Görbic. Jó, 12-16. Ha csak 7-esből lő gólt Görbic Anita, akkor csak 7-esből. De lője be az összes büntetőt, és legyen minél több. Jovanović, Pino, Manárova jön a szélre, Barbosa. Barbosa tüzel, és belövi. Azt kell, hogy mondjam, hogy óriási edzői húzás, hogy Barbosa szélsőnek jött ki a második félidőre. Az ilyen felkanyarodások a többi román szélső játékában nincsenek benne. Ezt tovább engedték egy rossz lövés Amorimtól. És nem éltünk az ember előnnyel. Manea visszajön. Manárova, Bulatović, Pino. És Jovanović. Jovanović vissza Bulatovićnak, aki nem nagyon tüzel eddig. Bulatović, Jovanović, Manárova, fenn a bíró keze. Jovanović még tovább, az rossz passz, elveszik. A győri a labda. Görbic Kovacsicsnak, nem lehetett bemenni vele sajnos. Görbic megy közelebb Maneához. Amorim, az jó, löke! 13-17. Löke a legjobbkor indult, viszont nagyon rosszul érkezett már a földre. Íme egyszer csak belép a védők mögé, és nem bántották, egyszerűen magától nem sikerült a landolás. Amorimra természetesen kilépnek, mert ő a legnagyobb tűzerő a győri csapatból, és ilyenkor lehet esélye Lőkének helyzetbe kerülni. Ugyanúgy 4 gól a távolság, mint a szünetben. Tervel 5-1-es védekezés, ezt még nem vette elő ezen a mérkőzésen a Győr. Nyilván nehezebben passzolgathatnak majd kint, de lehet, hogy könnyebben találják meg a vonal környékén a helyeket. Bulatović rossz lövése, mehet tovább. Pedig most bevitte a labdát, és vállalkozott is. Tegyük hozzá, hogy Bulatović nem véletlenül csóválja a fejét, mert könnyen lehet, hogy vele szemben is faltolt a Görbic lökének. Hoppá, ez 2 perc lesz. Bulatović lökét a nyakánál fogva kapta el. És hogyha kilépdelnek és lőkét meg tudjuk játszani, az ragyogó. Most bevitte Görbic a sűrűjébe oda Bradeano és Jovanović közé. Ketten léptek rá, így lőke szabadon maradt. Megint egy ember előny. Lekic, Görbic, Amorim. Görbic, Lekic a szélre nem lehetett tenni. Görbic,
Amorim, az jó Kovacsicsnak, de most nem akarja bevinni. Túl jól véde ez Navarro. Görbic, lassan valamit kezdeni kéne, Navarro erre is számít. Félelmetes, Barbosa. Sajnos Navarro nagyon nagy napot fogott ki. De 2 évvel ezelőtt, amikor az Icsakó a Győr ellen végül is egy magyarországi visszavágó után bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe, akkor is Navarro volt az egyik legfőbb akadálya Győr számára. 54%-kal véd. Barbosa jön megint a sarokból. Manárová, Radeanu, Pino, van helye, inkább passzol. Meirosu, fenn a bírók keze. Radeanu, az nagyon gyenge. Görvic nem játsza meg lőkét, inkább Amorimnak. Amorim le a sarokba, nagy hely, Radičević! 14-17. Ezek nagyon kellenek. Jovanka Radičević, eddig nem ment neki igazán a játék. Most ezt a végletekig kijátszotta a Győr. És hatalmas helye volt Radičevićnek, kevesebben is voltak az ellenfélnél, és el is tolódott a védekezés. Bocsai Lajos is a helyszínen tekinti meg a meccset, de itt van például Skalicki László is. Meirosu kipasszolja, jól van, belehibáztak a románok is. Szepesi most a bal szélen, Görbic pihen, Kovacsics irányít. Kovacsics, Amorim, az nagyon rossz átadás volt, mennyire rossz volt, és megy Barbosa, el is kapja, be is lövi. 14-18, megint eladott labda Amorimnak, ez már érzésem szerint a negyedik, és hát nem csak az érzések számítanak, hanem a papír is, az alapján is. És megint visszahoztuk saját magunknak ezt a 4 gólos különbséget. Akkor, amikor közelebb léphettünk volna. Amorimot le is cserélte Ambrosz Martin. Szepesi indul el. Kovacsics viszi be, 7-es. Remekül vette észre megint, hogy szétnyílt a fal. Ugye Manárová fellépett Lekicsre azonnal, ahogy a szélső befutás Szepesi részéről elkezdődött. Most csak be kell lőni. Görbic, Ungureanu ellen. Ungureanu volt ugye az előző meccsen a Vilcsa kezdőkapus, és kétszer is a feje fölé kapott 7-esből gólt Görbictől. Most is! 15-18. Görbic Anita a meccs után a buszon is mesélt arról, hogy ő nem nagyon szokott kétszer ugyanoda büntetőt lőni. Görbe a legjobb. Ezt olvashattuk. Ezt jó lenne címlapon is látni. Az azt jelenteni, hogy a Győr Görbic Anita játékának is köszönhetően tovább lép. Időkérés román részről. Radeanu, ugye Bulatovic hosszú oldali cseréje miatt Ambrosz Martin úgy érzi, hogy gyorsabban lehetne indulni azon a szélen, most Bulatovic belement. Kovacsics, Amorim, tervel, neki le kéne mennie, Radičević majdnem helyzetbe küzdötte magát.
Jön Rédei Sós és jön Lekics. Ámorim és tervel helyett. Kovacsics. Rédei Sós. Lőke kilép a falból. Lekics. Rédei Sós nem tud bemenni. Mejrosú. Hatékonyan védekezett, de közben talán találkozott a teste Rédei Sós térdével. Minden esetre törölni kell. Elképesztő izgalmak. Nyilván egy szurkoló álma az, hogy egy ilyen meccset nagyon magabiztosan nyerjen meg az együttese. De hát talán utólag nagyobb élmény az, hogyha a drámai körülmények között győz, csak valahogy nyerjen. Legyen meg a továbbjutás. Kovacsics, Szepesi nem tudott a két védő között bemenni. Ez meg láb, Bradeanunál. Bulatovics bent van védekezésben, nincsen hosszú oldali csere. A Pino kintül egyébként a pad szélén, tehát elvileg ő neki kéne bejönnie. De említettem, hogy Bulatovics jelenléte sem olyan nagyon nagy baj. Fenn a bírók keze. Kovacsics készít elő, Lekicsnek lassan ezt el kéne lőni. Rédei Sósnak nem jó a passz, Mejrosú megszerzi. Megint egy eladott labda. Lövés helyett. Bulatovics, Amorim zavar. Bulatovics lépés gyanúba keveredett. Tehát nem indítottak nyomozást, ha jól látom. Mejrosú, Bradeanu. Barbosa fut be a szélről. Bradeanu, nincs lövés. Bulatovics, most sincs, Amorim odaért. És megtámasztotta a lövőkart. Így kell védekezni. Bulatovics most tüzel, Haraldsen! Megint fel lehet jönni kettő góra, de most már fel kéne jönni kettő góra. Lekics! Navarro löké lehet! Megvan a labda, mehet tovább, nem fügyültek. Hát, volt némi iszapbirkózás. Lőke kért takarítást. Megvan legalább a kipattanó. És valóban nyomás alá helyezte a győri csapatot a Wülcsel, mert ennek tudható be a sok elkapkodott lövés és a rengeteg átadási hiba. Rédei Sós, Mejrosú fogta. Nagyon jól szervezett a Wülcsel a védekezése is. Lekics, megint egy rossz passz. Manea indul, Barbosa kapja, ki lehet-e védeni? Nem lehet. 15-19. És egy olyan csapat, amely ennyi könnyű gólt enged az ellenfélnek, az nehéz helyzetbe kerül. Ambrose Martin időkérése. 17 perccel a vége előtt. Kovacsics Rédei Sósnak beviszi. Szabad dobás lesz belőle. Bradeanu védekezett ezúttal kiválóan. Ambrose Martin megpróbálta a csapatot felrázni. Egy kis önbizalmat csöpögtetni a társaságba. Nyilván kell a bíztatás. És a taktikai utasításokat is hallottuk. 46%-kal véd
Lunde Haraldsen, Navarro pedig 53-mal. De hát itt a különbséget egyelőre az eladott labdák jelentik. A Győrnél rengeteg volt, az ellenfélnél alig-alig. Lekic! Tudta Navarro, hogy hova jön a labda. És ugye Navarroval szemben Ambrose Martin azt a tanácsot adta, hogy az utolsó pillanatig ki kell várni a lövéssel. De úgy tűnik, hogy ez sem elég. Öt egyes védekezés, Bradeanu, Jovanovic. Jovanovic befut, Bulatovic le a szélre, Manaharová. Bulatovic lőni nem tud, Bradeanu őt tervel elkapja. Ez most baráti ölelés volt. Tervel vinni el, mondván, hogy ezt már elvégezték, hiszen letette a labdát a szaggatotton állva Bradeanu. De nem így történt. Bulatovic. A bejátszás nem jó, mehet tovább, Jovanovic a földön, Amorim, tervel, Radičević, megfontolta a paszt, Amorim, fölé lövi, de ebből lesz egy 2 perc, így van. Jovanovic. Ugye ő is a Budućnost Podgoricából jött, és azért érdemes ezt megemlíteni, mert ez a védekezés, ez még ha nem is tudnánk a karrierje részleteit, nyilvánvalóvá teszi, hogy Montenegróból származott Romániába. Az első meccsen is röviddel azután, hogy beállt, Amorimot semlegesíteni 2 percet kapott. Emberelőny. És lassan már csak egy fél-fél idő van hátra. Kovacsics, Rédei Sós, Radičević nagy helye, és gólja! Jaj! Tekintélyt teremtett magának Navarro, nem véletlen, hogy rengeteg a kapufás lövés. Próbálják úgy elhelyezni a labdát a győri lányok, hogy minél messzebb kerüljön az Navarrótól, de mégis a kapuba. Ilyenkor pedig ugye a kapufa a megoldás. Csak mindig bepattanna. Barbosa, Manaharová, Barbosa, pinómos támadásban. Bulatovic az ittszer, és gól. Manaharová. 16-20. Egyszerűen elfelejtették Manaharovát a magyar csapat tagjai. És hát tett róla, hogy eszükbe jusson. Kovacsics, Amorim, Rédei Sós, Kovacsics. Az jó lőkének, nem tud megfordulni. Manea. A statikus védőjátékban ő azért nagyon erős. A szemből jön valaki és megpróbálja kimozgatni, az működhet. Löke! Még valahogy összeszedte, de ebből sincs gól, és az a baj, hogy emberelőnyben sem sikerül igazi zicsereket kijátszani. Hát ez most már fenyegető. A hátralévő kevesebb, mint 14 percet kéne legalább 2 góllal megnyerni, de inkább 3-mal. És a Vülcse a kiállítása szép lassan lejár. Bradeanu kiegészült a román csapat. Pino! Ez is bepattan! 16-21, minden bejön a Vülcse játékosainak. Senki nem lépett ki Pinóra. Itt látjuk, hogy hát megvolt mondjuk a sánc, Haraldsen is hozzáér, de hiába. Kovacsics, Amorim, Radičević, Rédei Sós, Navarro megint véd. Elképesztő, hogy véd Navarro. Ahogy a Vülcse a szurkolói nevezik, a pókasszony. Hát döbbenetes mennyiségű keze van. Lába az mondjuk csak 2, legalábbis 2 látunk a védéseknél, de hogy karból érdemes lenne egy számvetést végrehajtani nála, az egész biztos. Bulatovic. Megint helyzet, na jó van, Manaharová ezt már nem lőtte be. Legalább nem lőtte be. Amorim. Löke mozog el, Amorim, ez blokk volt. Meg egy szabálytalanság is.
Jön Görbic. Görbic Anitának egyelőre nem ment a mérkőzésen, csak a heteseket lőtte be, de most bizonyítania kell. Most neki kell valahogy felrázni a csapatot. Görbic, a szép példa Szepesinek. Hetes. Nem biztos, hogy teljesen az volt, de ha megadják a játékvezetők, akkor az. Itt látjuk, hogy Vradeanu abszolút kívül fogadta Szepesit. Görbic, Navarro megfogja. Pont ezt megfogja. Elképesztő ez a kapus. Nem lehet neki gólt lőni. Vagyis hát nagyon ritkán. Eddig csak 16-szor. Bulatovic. Barbosa. És most már bizony a lassú labdajáratás is jó nekik, főleg ha Bulatovic a végén gólt szerez. 16-22. Bulatovic első akciógólja. Ambrose Martin megint időt kér a meccsen utoljára 11 perccel a vége előtt. 11 perc alatt kéne 4 gólt verni az ellenfélre. This is the only way. And counter-attack. Defense and counter-attack and confidence till the end. No precipitation in defense, okay? No precipitation. We start again 6-0, but if pivot is not with you, don't go down. Just go up, but only one player, not two. Okay? Good defense. If they will play it on your side, you are allowed to stay down because Soos will not shoot. Yes, yes. Up there, we want to play something where the wings are running. Yes. This one, for example, this one, yeah? Because right now it's still 5-1. Maybe they are moving forward, more forward now. And then we want to put Sandy one against one. Yeah? You have the man. Come on. Görbic lőkének a labda, gól! És még egy 2 perc Pinónak. Igen, kivártam, a játékvezetők meg összenéztek, mi legyen ebből. És hát úgy ítélték meg, hogy még a lövés végrehajtása idején is szabálytalan volt Pino. Így bizony. Ott látjuk, hogy fogja lőkét. Mondjuk lőke is befogta a karját. Hoppá, innen lehetett látni, trükkös volt a beálló. De megvan a gól, és a 2 perc. Csak a jó védekezés jelentett megoldást, hallottuk Ambrose Martintól. És utána a gyors támadások, és a magabiztos befejezés. Manárová. Ebből is 2 perc lesz Amorimnak. Egyszerűen ember előnyben megint nem képes azt nyújtani a Győr, amit kellene. Ez már előfordult. Az előző esztendő BL döntőjében ugyanezt láthattuk a Budućnost Podgorica ellen. Meirosó és Haraldsen, ha valamikor hetest kell fogni, az most van. De lehet-e? Nem. 17-23. És létszám egyenlőség. Alig több, mint 10 perc. Görbic, Lekic. Lekic cselezget, Görbic, Szepesi helye, Szepesi, jó! 18-23. Szépen végigjátszották a fal előtt a mieink, és abból ragyogó befejezés jött, Manárová egész messzire fellépett. Navarrónak lehet ejteni, és kell ejteni, hogyha kijön a kapuból. 169 centi, a legalacsonyabb kapus a legjobb 4 között. Barbosa esett el. Vradeanu. Farkau jött a bal szélre. Barbosa viheti be, és viszi be. Olyan gyors, hogy nem lehet ekkora helyet hagyni neki, és megpróbálni majd később összezárni. Hát itt a metró ajtó még csak a táskát sem
akasztotta meg. Löke, hetes. Csak hát ezt be kell lőni. Kovacsics jön. 9 perc, 11 másodperc. Ungureanu most az ellenfél kapujában. Kovacsics Anikó, tehát Ungureanu ellen. Jó. Ungureanu a bal lábát emelte, az alá ment a labda. Biztatják egymást a magyar játékosok. Most már mindennek össze kell jönnie ahhoz, hogy meglegyen a továbbjutás. Barbosa. Az ellenfél kiegészül, közel 20 másodpercig emberelőnyben játszhat. Bulatovics, rossz labda, megvan! Megvan bizony! Lunde, Lekic, Tervel hozza fel. Radičević, Tervelnek le kell mennie minél gyorsabban. Görvicő helyette. Jön Kovacsics is, mert most már kiegészült a csapat. Lekic, Görbic, Lekic, Görbicnek, Löke kapná, szabálytalanság történt, méghozzá kettő, egymástól nem messze. Áll az óra, 8 perc, és ezt a 8 percet kell 3 góllal megnyerni, vagy 4-gyel. Ha nem kap gólt a Győr, ha 3-0-ra nyer, akkor 7 méteresek döntenek. Ha kap, akkor viszont többel kell nyerni. Radičević belül volt, ezt mutatják. És sajnos ez nem kizárt. A román csapat tisztában van azzal, hogy valóban a nyomás, a hátizsák, a mázsás súlya Győrön. Ők játszhatnak hosszan. És meg is teszik. Farkau indul el a szélről, Barbosa. Nem tudja bevinni. Manea birkózott Radičevićcel, természetesen kilépett a szélsőre. Bulatovics, Bradeanu, Barbosa, Farkau megint befutott. Bradeanu, Bulatovicsnak készítenek elő, Haraldsen. Van-e induló ember? Van! Löke, Manárova visszaér, Löke viszi! 20-24! 20-24, 7 perc a végéig. Erről beszélt Ambrose Martin, jó védekezés, Bulatovicsot messziről kellett lőnie, ott volt a sánc, Haraldsen tudott indítani, Löke pedig megoldotta, 4 gólos, 2 találat kell, és gólt nem kapni, de ez csak a hetesekhez, Amorim elüti, Löke megszerzi, hú de nagy védekezés volt ez is, Amorim és Tervel lemegy. Hát ha a földön létezik hangzavar, akkor az most itt a Veszprém arénában van. Kovacsics, Görbic, Lekic, inkább tovább, Radičević ezzel nem tudott bemenni, lenn maradt Farkau a sarokban, Görbic cselez, Lekic, mellé megy, de ebből szabad dobás lesz legalább, marad a labda. 6 perc, Lekic, beteszi Lőkének. Manea megfogja, nem tud befordulni Löke. De hát nem Manea, a társaságát keresi egyszerűen. A beálló védekezett vele szemben, Lekic kapufa, Radičević zicsere, ez gól! Gól! 21-24! Egy gólra a meccs nulltól. 5,5 perc Westergaard időt kér. Kibírja ezt idegekkel? Hát ezt magunktól is kérdezhetem meg, egyáltalán ez a meccsen a kérdés, melyik csapat bírja idegekkel? To Sandy, one against one. Down there, everything is happening on the left back.
Heidi Lücke. So we have to move tight there. If you have time, come in defense and you will go. Be strong, control the pivot, okay? And when we have the ball, counterattack. No two minutes. Second, close. If somebody has to shoot from here, in contra, just go to the goal. And Corba, in attack. If Bulatovic can change, open KD one by one, okay? Come on. Repedeznek a falak, és mondhattak bármit az edzők, most már egy-egy momentum dönt. Ki lesz élesebb, ki lesz ott fejben? Pino hibája, lehet-e gyorsan menni, visszazárnak. Lekic, Amorimnak, Amorim próbál valahogy bemenni oda a fal környékére. Hú, gólt lehet lőni. Ki lehet harcolni azt a meccsrúlt most ebben az akcióban. Jól cselező hármas most kint Kovacsics, Görvic és Lekic. Görvic vinné be. Nincsen csak szabad dobás. De Barbosa is gyorslábú, ő védekezik kettest. Kovacsics lehúzza. Radičević! 22-24! Ugyanannyi az állás, mint az első meccs végeredménye. Csak most a Vücsel vezet. Ó, Radičević, hogy játszik a meccs végén? Sorra lövi a fontos gólokat. Egy csapat volt képes eddig a BL-ben 24-nél többet lőni a Győrnek. A Kolozsvár kétszer, egyszer 25-öt, egyszer 26-ot, de jó lenne, hogyha nem menne ugyanez a Vücselnek. Pino, Manaharova, fenn a bíró keze, Bulatovic, Haraldsen, Amorim, megvan a labda, micsoda védekezés. Ambrose Martin, amit kért, bennmarad a záróvonal előtt a magyar csapat védekezésben, hogy távolról kelljen tüzelni a Vülcsának, Haraldsen pedig fogja ezeket a Bulatovic lövéseket, meg Pino lövéseket, meg lőhet akárki az ellenféltől. Ha most gólt lő a Győr, akkor továbbjutásra áll. Kovacsics, Görvic, Lekics, ő sem lövi el, de hát hogy tudta volna? Most mehet! Á, belemenés! 3,5 perccel a vége előtt. Lekics kér elnézést. És szerintem mindenki megbocsájt neki akkor, hogyha ez a maradék kevéske idő a magyar csapat tagjainak sikerül jobban. Pino, Bradeanu, Bulatovic, ellövi, Haraldsen véd, szabad dobás. Kovacsics gyors lábbal odaért, és Lekics is segített neki. Bulatovic nem tudott tisztán lőni. Kevesebb, mint 3 perc. Őrült izgalmak. Bradeanu, Manea kilép. Fenn a bíró keze, Bulatovic ezt nem látja. Elveszik a labdát lépés miatt. Bulatovic ellépte. Hát, ez a lépés lehet, hogy legalább annyira jó nekünk, mint hogyha esetleg jövőre Győrbe lépne, ahogy beszélik. 2,5 perc. Görvic, Pino szabálytalan. Ó, ezt az izgalmat. Görvic, Kovacsics, Lekics. Nagy helye volt Pinóval szemben, de nem merte megtenni, ez belül védekezés, 7-es. Navarro megfogta, de 7 méteres jön. És hát miután Kovacsics ezen a meccsen még nem hagyott ki büntetőt, így most ő lő majd. Itt láthatjuk tökéletesen, hogy Bulatovic belül, bizony, hogy belül. És milyen jó helyen ezzel. Az első félidő 26. percében 10-12-nél állt utoljára továbbjutásra a győri csapat. És most a meccs vége előtt
2 perc, 6,1 másodperccel ismét megteheti, akkor a Kovacsics belövi a büntetőt. Most Navarro marad a kapuban. 51%-kal véd a spanyol kapus, Lunde pedig 43-mal. Ha belőné a Győr, akkor már csak arra kell koncentrálni, hogy ne lőjön az ellenfél gólt. Csak erre, csak erre. Az is rengeteg. De előtte nézzük ezt, vagy csukjuk be a szemünket, és majd a hangorkán tájékoztat. Bent van! Bent van! 23-24. Jelenleg a Győr a döntőben, de hol van a vége? Ez a hátralévő 1 perc, 50 másodperc könnyen lehet, hogy a világtörténelem leghosszabb 1 perc 50-e, mert Bulatovics gólt szerez. 23-25, és megint kell a gól. Másfél perccel a vége előtt gólt kell szerezni, különben idegenben lőtt több góllal tovább megy a Vilcea. Barbosa szabálytalan. Görvic, Löke, Kovacsics, Lekic, Kovacsics, Lekic tovább Görvicnek. Lökét meg lehetett volna játszani, szabálytalanság. Marad a Győrnél a labda. Lassan már csak 1 perc lesz. Görvic, Löke, Lekic és Kovacsics. Lökét ketten fogják, most már csak Bulatovics mögötte. Löke befordul! Belövi! 24-25! 50 másodperc, visszazárni, megvan a labda, megvan a labda! Szepesi elhalászta, hát! Egy Hemingway öreg halászdíjat lehet neki adni, Lőkének pedig nem is tudom, egy aranykéz díjár ezért. Meg kell tartani a labdát, és meg lesz a továbbjutás. 20 másodperc, Kovacsics, Lekic, fenn a bírók keze, Görvic, az utolsó pillanatban kell lőni, vagy akkor sem. Szabad dobás, 10 másodperc. Megállították az órát. 8,7 másodperc. Lekic cselez, Manel szabálytalan. Megy az idő, de jó, hogy megy az idő. Elfogyott az idő. Döntőben a magyar csapat, összesítésben egyetlen góllal a Győr jut tovább, és elveszíti a veretlenségét a PL sorozatban. Tehát kit érdekel ez most? Ott lesz a fináléban a győri Audietto, amely az utolsó szakaszban valami egész rendkívül jól koncentrált, idegekkel jobban bírta, és olyan játékosok, akik legtöbbször nem tehetnek olyan sokat hozzá a csapat játékához, fontos pillanatokban nagyon-nagyon jól cselekedtek. Ugye Kovacsics a hetesekkel, Szepesi a szerzett labdával. Ilyen meccset lehet ünnepelni. Most lehet ünnepelni. Ambrose Martin, hát ő neki széles szokott lenni a mosolya, de most bekaphatná az egész Veszprém arénát, úgy, ahogy van. Nagyon szép volt, lányok. A kézilabda történelem egyik legnagyobb mérkőzése volt ez érzésem szerint, a Bajnokok Ligáját számítva minden esetre biztosan. És Vesztergór megint nyerni tudott a Veszprém arénában. De míg a Viborgal 2009-ben azzal megnyerte a Bajnokok Ligáját, most a Vilceával kiesik a BL elődöntőben. Hát ezeket a lányokat fogjuk meg ünnepelni, reméljük, néhány hét múlva is. De hogy most minden elismerést megérdemelnek. Az ellenfél már 6 góllal is vezetett összesítésben, tehát 4-gyel. És innen az utolsó 10 percben Ambrose Martin szavait nem csak meghalva, hanem megvalósítva. A győri lányok visszahozták a meccset. Borgai Zsolt polgármesterként nyilvánvalóan büszke lehet erre a csapatra, amely Győr városáé, még akkor is, hogyha most
Veszprémben játszott. Szóval én egyelőre köszönöm a figyelmüket, a helyszínről is, a stúdióból is jelentkezünk még. Annyit innen, hogy Győr Hülcse a 24-25, a Győr ott lesz a döntőben. Jaj! Unika, az új generáció biztosítója.